negyedik tóparti rendezvény lesz Szolivárosban. Hát amikor elkezdtük, én sem gondoltam, hogy megéljük ezt is, mert ugye egy rendezvény kezdetekor mindig kérdés az, hogy mennyire lesz sikeres. Ebben az évben is sokan várják már a szombati adivárosi tópartit. Erről beszélt a körzet önkormányzati képviselője a program beharangozó sajtótájékoztatóján még szerdán. Radnóti Ákos alpolgármester kiemelte, a jól megszokott kísérő rendezvények mellett idén is lesznek sztárfellépők a népszerű eseményen. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy minden korosztály jól ki tudjon kapcsolódni. Ugye a nagy koncert szokás szerint este 8-kor lesz Ergo, előtte 7 órakor Soltész Rezső fog fellépni. Hát a napközben is gyermekkoncertek lesznek, country koncert lesz, a nagyon ismert számokat fognak előadni. És hát a szokásos ingyenes programok is meglesznek. Én azt gondolom, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy aki esetleg kevésbé teheti meg, hiszen ott esetben felülni egy kis vasútra, póni lovagolni, omnibuszos utazáson részt venni, vagy légvárat használni, 300-400, amikor 500 forintba kerül személyenként, és itt lényegében egész nap ezt ingyenesen tudják majd használni, a gyerekekre tudnak jönni játszani. Ismét a téti fúvósok zenés ébresztőjével indul majd a programsorozat, aztán a tó melletti füves területen gyerekprogramok, interaktív játékok, lovaskocsikázás és sok más érdekesség várja a családokat, nem csak a városrészből, de egész Győrből. Győrben rengeteg rendezvényen próbáljuk mindig beszorítani, hogy a többi nagy rendezvényt se érintse, úgyhogy megszokták ezt a rendezvényt, és amilyen környezetben vagyunk, én azt gondolom, ez is magával húzná, szóval itt mindig sokan vannak hétvégén is, de ha ilyen programot szervezünk, és ennyire megkedveltek, és hozzáteszem, hogy nem is nagyon van arra igény, hogy újabb dolgokat kibővítsük, hiszen mindenki ezt a megszokottat kicsit mindig más módon, apróságokat változtatva, úgy megszokták, hogy nem is érdemes rajta változtatni, mert jól bevált, ragaszkodunk hozzá. A negyedik tóparti programjai természetesen most is ingyenesek lesznek, és bárki részt vehet majd rajtuk. Az esti nagykoncertre közel 300 fős lelátót is állítanak. Az ülőhelyeket érkezési sorrendben foglalhatják majd el, főleg az idősebbek, vagy akik nehezebben tudnak mozogni. Majdnem mindig 30-35 fokok voltak, és az esti időszakra kell betenni. Köszönöm a türelmet annak is egyébben, azonom egyszer el kell tudni viselni azt, hogy van egy zenés program a városrészben, de 10 órára már véget fog érni, tehát ebből sem lesz probléma. És még hozzátenném, hogy természetesen idén is gondoltunk azokra, akik nem tudnak esetleg annyira mozogni, vagy fáradékonyabbak, és az időseknek egy 250 fős nézőtér itt lesz, ingyenesen föl lehet ülni, időben kérkezni. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen rájuk is kiemelten be fogunk figyelni. Az elmúlt évek nagy sikerű rendezvényei azt mutatják, már napközben is nagy tömeg lehet az adivárosi tó partján. Vélhetően azonban a legtöbben az este 7-kor kezdődő Soltész Rezső, illetve a 8 órás Ergo koncerten lehetnek. A szombati tóparti eseményeiről hétfői híradónkban részletesen is beszámolunk majd.